A nevét sajnos nem árulhatom el. Bárány Annyusnak hívják. Na és Annika, hogy tisztvisel a hölgy? Á, egy egyszerű gépíró lány. Olyan tiszta, olyan naiv, mint egy angyal. Úgyhogy el is határoztam, hogy a mai randevunk alkalmával elmondom neki, hogy jól elő. Te öregszel, öregem. Ilyet régebben sose csináltál volna. Lehet, barátom, de döntöttem. Ma elmondom neki, hogy nős ember vagyok, és ezek kész, vége. Még ti sem 10 óra isztatok? Én már nagyon éhes vagyok. Nem, még nekünk sem volt időnk. Szerintetek mi lehet ma a vezérrel, hogy még nem jön? Én tudom, mi van vele. Na? Lehet, hogy késik, azért nem jön. Szóval akkor ma könyörtelenül közölt vele, hogy? Hogyha nem fizet, akkor bepereljük. Dehogy, én most teljesen másról, egy nőügyről van szó. Miért? Hát szerintetek nőket nem lehet beperelni? Tudjátok, én már hányat bepereltem? Azt állod el nekem, Kovács, hogy nős ember léted, de hogy tudod ilyen jól intézni a nőügyeidet? Tudod, van egy kis trükköm. Az ilyen kalandok idejére én ugyanis nőtlen vagyok. Ezt úgy értem, hogy ha úgy mutatkozok be, mint Kovács, akkor természetesen nős vagyok, mivel van egy Komácsnyi. De úgy mutatkozok be, mint például kerekes, akkor nem vagyok nős. Nehogy is nem. Én ismerek egy kerekesnét is. Értem. És mindig másodat mondasz? Dehogy az nem jó, abba az ember csak belezavarik, aztán hebek habot. Ezt úgy csinálom, hogy kiválasztottam egy embert, akinek ismerem a családi hátterét, ismerem a szokásait. Ez azért nem szépen. Egyáltalán nem szép. Egy szegény ember nevét használni. Ugyan már nem teszek vele semmi rosszat. Szóval az urak csak itt társadognak? Itt kellene egy bankban viselkedni? Gondolom lesz rá, hogy erről az igazgató úr is tudomást szerezzen. És Sugár, maga mit keres? Én csak a folyószámla kivonatokat. Na persze, figyelem már mint magát, maga a legrosszabb mind közül, maga tartja föl ándor a többieknek is. Ne féljen, gondolom lesz magára. Ha csak egyszer megmondhatnám neki a magamét, bár a szülei nem bántottak. Hogy az ő nevét használom. Végére úgy mutatkozok be a nőknek, Sugár Soma, aglegény és könyveli a Távrai Bankházban. Talán ne jobb nevet nem is találhattam volna. Egy fiatal hogy minden keresett? Miről félreértenék, a lányomról beszélek. Nem, egyelőre még senki. Fáj a fejem, most ne zavarjanak semmiféle papírokkal. Elnézést kérek, méltóságos uram, de a horvátot fel kell szólítani. Ez most nem fontos. Dehogy is nem fontos. Fel kell őt szólítani, mert elromlok. Hülye? Persze, hogy hülye. Ha nem lenne hülye, nem menne tönkre. Maga hülye, maga idióta, maga pénzvilág szégyene. Értse már meg, hogy nem akarok bankügyekkel foglalkozni. De hát mit csináljak, ha én csak ilyen ügyekkel tudom? Jaj, ne molesztáljon már itt engem. Megint a lányok, engedjék be. Igenis, uram. Még mindig röhögnem kell, ha eszembe jut ez a kerekes. Biztos nagyobb hülye lehet, ha nem vesz észre, hogy valaki az ő nevét használja. Én már régen észrevettem volna. Hát persze, a tűnyünkkel innen van, olyan ideges a vezér. Én kelek fel akkor is, míg ő ideges. Megjött a vezér? Széde, hallgassam, jól is kezdés az szó. Ez a lövi úgy utál engem, hogy emelje semmi biztosan nem számíthatunk. Úgyhogy én, a kisasszony, elveszem feleségül a jövő hónapban. Jaj, Soma, én olyan boldog vagyok, de tudja, hogy nagyon nehéz lesz kijönni a mi kis pénzünkből. Á, én már mindent kiszámoltam. Kettőnknek van összesen 240, ebből gyönyörűen ki tudunk élni, és ha most jelentjük a vezérnek, ő talán ad egy kis emelést. Jó, de inkább maga jelentse be, maga a férfi. De, hát inkább maga jelentse be, elvégre maga a nő, egy nőnek inkább megemeli. Itt meg mi folyik? Maguk itt tenyeleket munka időben? Hát ez már az utolsó csepp volt a pohárban. Én magát úgy ki fogom rúgni innen, hogy a lába se éri a földet. Úgy is jönnek az elbocsátások. Szóval nem árt, hogyha valami más mesterség után néz. Elnézést kérek, bocsánat, de a vezér ma nagyon ideges. Nagyon jól tudom, köszönöm. Látom, papa megkapta a levelemet. Meg? De mi ez a levelezgetés? És mi az, hogy így akarsz velem beszélni az irodában? Arra gondoltam, hogy egyelőre nem szeretném a mamát is felidegesíteni, és itt az irodában esetleg te sem fogsz velem üvöltözni. Hát, lehet, hogy ebben tévedsz. Mi az, hogy félre akarsz menni? És mi ebből legény az, akit én még sohasem láttam? Megértem neked, papa, hogy azt szeretném, hogyha valaki engem nem a hozományomat, hanem saját magamért venne el feleségül. És most találtam egy olyan embert, aki úgy is elvenne, ha nem lennék a te lányod. Úgyhogy hozzá fogok menni feleségül. Hát persze. És mégis ki az az ember? Rendben, most mindent elmondok. Egy egyszerű, szegény tisztviselő, de nagyon kedves és nagyon tisztességes ember. Szeretem őt, és ő is szeret engem. Meg tudtad még róla még konkrét dolgot?
Nos, éppen ebben a bankházban tisztviselő. Hogy micsoda? Igen. Álnéven mutatkoztam be, és ösztözöttem, hogy egy egyszerű gépíró lány vagyok. Te is tudod, hogy soha nem szoktam ide bejárni, így járni te. Szóval ebben a bankban tisztviselő? Igen. És már egy hónapja találkozom vele minden nap. Szóval vagy megengedett, hogy hozzám menjek feleségül, vagy öngyilkos leszek. Ne tudtatnám a nevét végre? Sugár Soma. Pont a sugár! Az arakás szerencsétlenség! Ne nézel, akinek nincsen pénze. Én szeretem őt, és hozzá fogok menni feleségül. A sugár, hát az lehetetlen. Ma este 6-kor felhívlak. Ha nem mondasz határozott igent, akkor hallani fogod, hogy nincs többé lányod. A sugár, hát az szörnyű. A sugárt kérem. De mit csinálj, hogy ez az egyszer lányom van? Parancsoljon, méltóságos uram! Rémes. De mi? Maga a rémes, az egész külseje, a ruhája és ez a nadrág. Hát a DiCaprióra hasonlítani, itt biztos színésznek mentem volna. Mi a fene történt azzal az emberrel? Üljön ide le! Magát ma nagy szerencsé érte. Maga az én vegyem lesz. Azt nem hiszem, kérem. Magának mostanában nőslési szándékai vannak, nem le? Igen, de ezt az igazgató úr honnan tudja? A Juliska mondta? Mi? Nincs így szó semmiféle Juliskáról. Maga a lányom vőlegénye, tehát az én vegyem lesz. De hát ő csak egy egyszerű gépíró lány. Á, csak álljában mutatkozott be magának, de ő az én lányom. A méltóságos úr csak nem hagyná egy hivatalban dolgozni a lányát. De hiszen nem is dolgozik. Hát mondjuk az igaz. De mégsem. Elég a hülyeségből, értse már meg. Maga a lányom vőlegénye, tehát az én vegyem lesz. Rendben, ahogy parancsolja, kedves papa. Ne papázzon! Üljön le egyelőre! Mondja, hány éves maga egyáltalán? 25. 25? Jóval többnek néz ki, de most már mindegy. Nézzük, mit az első teendőink. Először is elmész a homot és rendel 4 ruhát. Úgy gondolja az igazgató, hogy én is ruhakereskedéssel foglalkozom, és drága jó édesapám. Ne beszéljen már az öltségeket! Magának rendel 4 ruhát. Ugyan nem kell nekem annyi, tudok én vigyázni a holmiaimra. Tessék megnézni, ami most rajtam van, az a ballagási öltönyöm. Ide figyeljen, ne vitatkozom a lendőapósával. Igazgató? Ja, itt valami nagyon nem stimmel. Igazgató úr, tessék rám lehelni? Dehogy lehelek. Most már mindent értek, totál be van rúgva. Tessék, vegyem fel. Én biztosan csak álmodom. Úristen, ez rémes. Én biztos, hogy álmodom. De mondom, hogy nem alszik. De igen, alszom. Mindjárt jön a lővi húgó, és arra ébredek, hogy ordi. De mondom, hogy nem alszik. Különben is, a lővi úr magával nem üvöltet, mert maga mától aligazgatóit a maknál, tehát a lővi felettese lesz. De nem leszek. De az lesz. De nem leszek. De miért nem lesz? Hát mert kirúgom. Istenem, hát akkor ez az egész, igaz? Hát mondom, hogy a sugár Soma a igazgató. Szevasz. Hát akkor szevasz, bátyám. Marad úgy, akkor neki se nekézi való. Addig maradjon itt. Hát ez... A távirati irodát kérném. Özvegy sugár Jaromosnének Szigetcsarnára. Vezérigazgató lettem, stop. Jó partit csináltam, stop. Négy ruha. Stopp! Csókol, fiad! Soma vezér! Mit csinálnak itt a vezér utájában? Ide figyeljen, lövi húgó! Menjen ki, aztán nézze meg, nem vagyok a helyemen. De aztán jöjjön el vissza, hát ha még akarok valamit kérni magától. Hogy merészel én magát, úgy ki fogom rúgni ebből a bankból. Ide figyeljen, húgó! Ne kiabáljon velem, mert ha álmodom ezt az egészet, akkor fölébredek. Na, ide figyeljen! Magánál piszkosabb, gonoszabb. Utálatosabb húgét még nem rúgtak ki ebből a bankból. Eddig. Mert innen most maga fog repülni, húgó. De úgy jössz Aladár bátyám. Ez a lövi olyan szemtelen velem, légy, hogy drága is rúg ki. Lövi úr, a sugár úr mától aligazgató a banknál, tehát az ön felettese, és így engedelmességgel tartozik neki. Na húgó, csuda idők jönnek. Meg is elintézi való, azonnal jövök ki. Na húgó, most láthatja, hogy az élet egy hatalmas kocka, ami a maga fejére esett. Nézze, sugár! Na! Aligazgató úr. Sugár, Soma, aligazgató úr.
De hát ez hogyan történhetett? Nos, azt én sem igazán értem. De így van! Na most tudja, Hugo, hogy ezek az elbocsátások nagyon sűrűek mostanában. Nem ártana valami munka után néznie. S te kipróbálhatnál magát ebben a cipőkutyulásban, nem gondolja? Kedves aligazgató úr! Tudom, hogy egy nagyon kedves ember, és minden zordságom ellenére én is egy nagyon jó indulatú ember vagyok. Úgy, ahogy mondja. Nagyon kedves vagyok. Úgyhogy most nagyon kedvesen mondom azt, hogy kifelé! Megy ez. Soma, hát ez igaz? Micsoda? Hát amit az egész bank beszél. Mit beszélnek? Miért beszélnek? Dolgozzanak! Azt a mindenségét nekik. Maga kis kínűc. Hát miért nem mondtál a titkát? Miféle titkot? Jaj, most már nem kell titkolóznia. Az édesatya mindent elmondott. Mindent? Igen, és nagyon örültem neki. Akkor most már érdemes, Zoli, hogy én már nem lány vagyok, hanem elvált asszony. Ki folyik itt, kérem? Mit te kérdezed? Amikor eltitkoltad előlem, hogy Juliska már nem lány. Hát igazán van nekem ahhoz, hogy Juliska lány. De miért most nem? Én igazán nem tettem róla. Ajjaj, éreztem én itt, hogy valami nagyon nem stimmel. Haló, tessék. Igen? És hogy hívják azt a csirkefogót? Sugár neve arra? Papírokat hoz. Jól van, drágám. Jól van. Ne vádd annyira a szívedre. Szervusz. Na, sugár, szép napot szerzett nekem. Hát azért én sem panaszkodhatok. Szép napot szerzett nekem, és boldogatott engem. Tehát ezt az Isten fizesse meg magának. Mondja, nem lehetne inkább kettőnk között elintézni? Mert akkor én most elvenném feleségül a Juliskát, és jó jön egy kis emelés is. Ó, hát emelek én. Sőt, emelek mind a kettőjüknek. Na hát ezt fizesse meg az Isten. Ne felejts el, hogy ma majdnem rokonok lettünk. Azt hiszem, hogy felejts el, hogy aligazgató lett majdnem. Pedig már kezdtem belejönni.